Ez a kamion parkol jelenleg a Continental Arena mellett. Hétfőn reggel érkezett Nyíregyházára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmavilág rócsója. A kamionban egy virtuális szemüveg segítségével négy szakmai területet, a gép, az építő és a vendéglátóipart, valamint a szabásvarrást próbálhatták ki a diákok. A kamion kedd délutánig marad Nyíregyházán, a két nap alatt mintegy 400 diákot fogad a program. A megyei iparkamara terve, hogy jövőre Mátészalkára és Kisvárdára is eljusson a szakmavilág rócsó. Itt felmérhetik azt, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek, eldönthetik azt, hogy egy-egy szakmát ők tudnának-e végezni, vagy sem. Tehát ez egyfajta segítség a fiatalok számára, hogy eldöntsék azt, hogy egy-egy szakmát választhatnak-e, vagy ők rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel. Mi bízunk abban, hogy ez az új módszer, ez a gyerekeknek egy lehetőség, hogy kipróbálják magukat ezeken a virtuális szemüvegeken keresztül, ami egy újszerű dolog, és egy kicsit közelebb jutni a fiatalokhoz, hiszen ők ezeket a technikai eszközöket már olyan szinten használják, hogy szeretnénk nem csak üzemlátogatásokon keresztül bemutatni nekik a szakmákat, vagy osztályfőnöki órákon elmondani, hanem ténylegesen olyan technikai eszközökkel, amik számukra érdekes lehet. A rendezvény kísérő programjaként a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 standon is bemutatkozott, így például a Zai, a Sipkai és a Bencs is. A centrum 3 éve működik, ez idő alatt sikerült növelni a tanulói létszámot. Az első szakmát tanuló diákok körülbelül 5500-an vannak. Ezentúl 1800 felnőtt diák sajátítja el a második szakmáját a Nyíregyházi Centrum valamelyik intézményében. A kamara és az iskolák számára is fontos a hiány szakmák népszerűsítése. Minden két-két szakma igazából hiány szakmának minősül. Van egy 20 szakmás képzési lista, amit igazából megjelentett minden évben a kormányzat. Ebben az évben hiány szakmának minősülhet a gépipari szakmák közül jó néhány, a kéziipari szakmák közül a női szabó például, de például egészségügyi szakma is elpalettára kerültek föl. A helyi kamara tevékenységi körében kiemelt helyet foglal el a pályaorientáció már évek óta. Számtalan üzemlátogatást és osztályfőnöki órát szerveznek annak érdekében, hogy a diákok gyakorlatban is megismerkedjenek a különböző szakmákkal. Ezentúl komoly anyagi támogatást is kaphatnak havonta azok, akik hiányszakmát választanak és tanulói szerződést kötnek.